Köszöntöm Önöket innen a Sándor Palota tükörterméből. Megérkeztek a kinevezendők, Matolcsy György, eddigi nemzetgazdasági miniszter. Hamarosan kezdődik jegybanki eskütétele, és mint tudják, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken jelentette be a közrádióban, hogy 6 évre kinevezi őt a jegybank elnökének. Megérkezett mindenki, és megérkeztek a monetáris tanács, illetve a költségvetési tanács tagjai is ide a Sándor Palota tükörtermében. Az előzetes információk szerint a ceremónia alig 15 percig fog majd tartani. Most mindenki arra vár, hogy Áder János köztársasági elnök megérkezzen ide a terembe. Erre másodperceken belül sor fog kerülni. Ha jól láttam, a protokoll főnöke éppen most ment be érte a szobába, és hamarosan bekíséri ide a Sándor Palotába. Tehát Matolcsy Györgyöt 6 évre fogja kinevezni a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára, és ha jól látom, Balogh Ádám is itt van, aki a jegybank alelnöke lesz, és természetesen ő is leteszi az esküt. Nézzük akkor a ceremóniát. Hamarosan megérkezik ide a terembe Áder János köztársasági elnök. Tisztelettel köszöntöm köztársasági elnök urat, frakcióvezető urat, főigazgató asszonyt, a monetáris tanács tagjait, a költségvetési tanács elnökét és tagjait, az igazgató urakat, a kinevezetteket és minden kedves vendégünket abból az alkalomból, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnöke kinevezési okiratának átadására és ünnepélyes eskütételre kerül sor. Kérem, hallgassuk meg a himnuszt. Hozz rá vigasztalást.
Jendőt megbűnhődte már e nép a múltat s Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ismertetem Áder János úrnak, Magyarország köztársasági elnökének, a Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezéséről hozott határozatát. Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök javaslatára 2013. március 4-i hatállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökévé nevezi ki dr. Matolcsy György urat. Kérem elnök urat, mondja utánam az esküszövegét. Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. A Magyar Nemzeti Bank elnökeként tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Kérem dr. Matolcsy György urat, vegye át köztársasági elnök úrtól a kinevezési okiratot, írja alá az esküokmányt, majd lépjen vissza a helyére. Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről hozott határozatát. Magyarország köztársasági elnöke a miniszterelnök javaslatára 2013. március 6-ai hatállyal a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezi ki dr. Balogh Ádám urat. Kérem, mondja utánam az esküszövegét. Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A Magyar Nemzeti Bank alelnökeként tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Kérem Balogh Ádám urat, vegye át köztársasági elnök úrtól a kinevezési okiratot, majd írja alá az esküokmányt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepségünk ezennel véget ért. Most fotózásra kerül sor, majd köztársasági elnök úr kocintásra hívja meg Önöket a Mária Terézia szalomba. A fotózáshoz tisztelettel felkérem köztársasági elnök urat és a Magyar Nemzeti Bank elnökét, fáradjanak az ászlók elé.
Felkérem Balog Ádám alelnök urat, szíveskedjen csatlakozni elnök úr baljára. Felkérem először Matolcsi úr, kedves családtagjait csatlakozzanak a fotóhoz. Hölgyeim és uraim, ez volt a Sándor Palota tükörterméből Matolcsi György jegybanki eskütétele, illetve Balog Ádám alelnöki eskütétele. Most éppen a fotózáshoz készülnek a kinevezettek, illetve a köztársasági elnök, illetve Matolcsi György családtagjai is odaálltak most a sorba. Ezzel gyakorlatilag a kinevezési ceremónia véget ért. Köszönjük önöknek, hogy velünk tartottak, és természetesen későbbi műsorainkban is beszámolunk majd Matolcsi György jegybanki kinevezéséről, aki 6 évig fog állni a Magyar Nemzeti Bank élén. Stúdió.